Egy egész délelőtt a medencében ez már önmagában is öröm, pláne ha ez játékkal van fűszerezve. Az elevenek ese izgalmas programot állított össze az általános iskolásoknak. A vízilabda kapuban pedig nem akárki hárította a gyerekek lövéseit, Kósz Zoltán olimpiai bajnok kapus ugrott a vízbe a vetélkedő alkalmából. Norbi bácsi, a Szentendrén jól ismert úszóedző pedig szakszerűen kommentálta végig az eseményeket. 6 versenyszámban kellett a gyerekeknek megküzdeniük. Régóta szeretnénk a játék határok nélkül gyerekkorunk egyik nagy rendezvényéhez hasonlítva, de nem lemásolva azt, egy olyan rendezvény sort elkezdeni, mely a helyi lakosok, helyi általános iskolások részére egy sportolási lehetőséget biztosít, valamint az úszósportot népszerűsítjük. Tehát 2 célunk van, a mozgás, egészséges életmód és a versenysport. Hogyha ezek a egységek összepasszolnak egymásba, akkor egy ilyen rendezvényt lehet összehozni. Ez egy olyan sorozat lenne, amely egy próbája volt ez a mai nap. Szeptembertől egy Dunakanyar régió, tehát nem csak a Szentendre városa, hanem Dunakanyar régiójában egy rendezvény sorozat, mely elődöntővel, középdöntővel és döntővel zárulna. Ne maradj szárazon! Ezt a címet kapta a verseny, és bizony erről a feladatok is gondoskodtak. A legnagyobb sikere talán az evezésnek volt, bár sokan inkább tenger alatt járónak nézték a kenukat. Amint a csapatkapitány felvette az utasait, onnantól evezőt nem lehetett használni. Kézzel, lábbal, nádi hegedűvel kellett visszajutni a rajtkövekhez. A versenyben végül a református gimnázium csapata bizonyult a legjobbnak. Milyen íze van a győzelemnek? Hát vizes, nagyon vizes, de nagyon jól éreztük magunkat, és nagyon örülök, hogy ezt meg tudtuk nyerni. Melyik versenyszámok tetszettek nektek a legjobban? A váltóversenyek voltak szerintem a legjobbak, amiben úszni kellett, az mozgatta meg legjobban az embert, véleményem szerint. Csapatmunka? Hát a legjobb volt, ezt az eredmény mutatja szerintem, hát igyekeztünk nagyon, és sikerült. A napközben ismert sportolók és olimpikonok váltották egymást a vizes 8-asban. Az eredményhirdetésen a díjakat neves úszóink adták át. Itt volt Jakabol Zsuzsa, Berrasztó Evelin és Mutina Ágnes is, annak ellenére, hogy sűrűen telnek napjaik a felkészülés utolsó fázisában. Hát reggel 6-kor úgy kezdünk tornázni, 6-tól 8-ig, 8-tól fél 11-ig úszunk, aztán délután fél 5-től 7-ig megint úszunk. Milyen reményekkel mentek ki az olimpián? Hát én szeretnék jobb helyezésre hazajönni, mint Pekingből, ugye ott 6-ok voltunk váltóval, úgyhogy szerintem ennyi. Mit üzensz a gyerekeknek, akik most egy ilyen szabadidőszerűen űzik ezt az úszást, vízilabdázást? Legyenek-e víz közelében? Hát igen, szerintem aki szereti a vizet, annak mindenképpen jó, hogyha ezt csinálja, és hát annál százszor jobb, mint hogyha otthon ülnének a tévé előtt, úgyhogy szerintem mindenképpen csinálják. A lányokat elkísérte mesteredzőjük Fehérvári Balázs is, aki szeptembertől Szentendrén is feladatot vállal. Fehérvári Balázs a felkérésemre szeptember hónaptól elvállalta Szentendre városában, a vizes 8-asban az Elevenek Sport Egyesületnek a vezetőedzői szerepét. Ez azt jelenti, hogy a szakmai munkával segít bennünket, és megpróbálunk Szentendrén egy versenysportot kialakítani, hiszen itt van egy fantasztikus létesítmény, itt van egy szenzációs úszoda, nagyon sok gyerek van a környéken, és reméljük, nagyon sokan akarnak úszni is majd. A mostani hétvége vetélkedőjét a református gimi csapata nyerte, a második helyen az izbégi suli, a harmadikon a templom dobjak végeztek.